Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a nézőinket a Lólépésben című sakkmagazinban. Gunyáth Zoltán műsorvezető vagyok, állandó szakértőnk és műsorvezető társam Varga Péter, nagymester, nemzetközi mester. És mindenkit üdvözlök. Nemrég találkoztunk, amikor beszámoltunk a megye, a régió és az ország sakjának, ifjúsági sakjának főbb eseményeiről. Most sajnos egy emlékműsorra kerül sor a mai napon. Óriási veszteség érte a magyar sakvilágot. Elhunyt egy magyar nemzetközi nagymester, aki aranybetűkkel írta be nevét a világ és a magyar sakkozás történelmébe. Annyi személyes vonatkozás is van, hogy az illető nagymester Péternek az egyik nevelőmestere volt. Évekig, vagy két évig dolgoztatok együtt, ha jól emlékszem. Bárcai László nemzetközi nagymesterről van szó, aki 1936. február 21-én született Miskolcon. Úgy látszik, Miskolc ilyen nagyszerű sakkozókat termel, mint Bárcai nagymester, Szili József, vagy akár Téged Péter, és a napokban, áprilisban hunyt el Budapesten, életének 81. évébe lépve. Bárcai nagymester már ifjú gyermekkorában megérintetett a sakktól, édesapja is, aki gazdálkodó volt, nemesi származék, egy pár száz holdas gazda volt, édesapja már ő is aktívan sakkozott, de egyáltalán nem olyan szinten, mint gyermeke. Az ifjú Bárcai az 1950-es évek elején, közepén hívta fel magára a figyelmet kiváló ifjúsági eredményeivel, 1958-ban szerezte meg a magyar mesteri címet. Hozzá kell tenni, hogy manapság jóval fiatalabban tudnak mesteri címeket szerezni a sakkozók, bár magyar mesteri címet mostanában úgy tudom nem lehet szerezni. Akkoriban azonban rendkívül kevés volt a versenyalkalom, és szinte minden versenynek sikeresnek kell lenni ahhoz, hogy valaki megszerezze a magyar mesteri címet, tehát sokkal értékesebb volt akkoriban a mesteri cím megszerzése. Az ifjú Bárcai ezek után is versenyről versenyre bizonyította a tudását, egyre inkább beverekedte magát az élvonalba, igen sokszor bekerült a magyar bajnoki döntőbe. Akkoriban a magyar bajnoki döntő még egész más rendszerű volt, mint napjainkban. Vidéki elődöntők, körzeti döntők, elődöntők, vidékbajnokság, ilyen különféle válogató versenynek voltak a győztesei azok, akik a magyar bajnokságban a magyar bajnoki címért harcba szállhattak. Itt olyan élvonalbeli sakkozókkal küzdhettek, mint Portis Lajos, aki a világranglistán legjobb időszakában harmadik helyen állt, a csodálatos Szabó László, aki szintén ugye az első 10 körül volt fénykorában a világon, vagy Barca Gedeon nagymester, aki szintén ugye az első 30 tájékán szerepelt legjobb éveiben. És Bárcai nagymester ezeken a csonthajlító, kemény küzdelmeket igénylő magyar bajnoki döntőn edződött és erősödött. 1966-ban szerezte meg a nemzetközi mesteri címet, és már a rákövetkező évben megszerezte a nemzetközi nagymesteri címet is. Stílusát illetően egy aktív támadójátékos volt, aki mindenkire veszélyes volt. Stílusából adódóan a világ legjobb sakkozójának, a szovjet Mihail Tált, a lettországi, a rigai varázslót tekintette, aki szintén ilyen áttekinthetetlen, felmérhetetlen kombinációiról volt híres. Bárcai nagymester az aktívabb versenyzésben egészségi állapot, a betegségei akadályozták, ízületi gyulladással és gyomor problémákkal küzdött, így aztán sok szép siker után vissza kellett, hogy vonuljon a magyar válogatotti címtől, illetőleg az igazán aktív sakkozástól. A nagymester legfényesebb eredménye 1966-ban született, amikor is a magyar olimpiai csapat tagjaként Havannában, Kubában megrendezett sakkolimpián bronzérmet szerzett a magyar csapat. A bronzéremben természetesen Bárcai nagymesternek oroszlán része volt, 12 partit vívott, 2 döntetlen és 10 nyerés mellett ő a tábláján olimpiai aranyérmet is nyert. Őtőle csak példaképe a szovjet Mihail Tál volt eredményesebb, aki szintén 2 döntetlent játszott az olimpián, de nem 10 partit, hanem 11-et nyert, tehát egy partival többet játszott, mint Bárcai nagymester. Ezen túlmenően Bárcai nagymester, amikor egészsége engedte,
többször is erősítette még a magyar válogatottat, még két további szép sikere volt, 1970-ben és 1977-ben két Európa bajnokságon erősítette a magyar válogatottat, amikor is mindkét alkalommal a magyar csapat bronzérmet szerzett az Európa bajnokságon. Miután a tábla melletti aktívabb sakkozásban visszaszorult egészségi állapota miatt egy új területre lépett, egy olyan területre, ahol egészségi állapotára is figyelemmel tudott sakkozni, ez pedig a levelezési sakk volt. Rendkívül kevés olyan sakkozó volt a világon, aki a tábla mellett is nemzetközi nagymester volt, és a levelezési sakkban is elnyerte a nemzetközi nagymesteri címet. Bácai nagymesternek ez 1973-ban, tehát 37 évesen sikerült, tábla melletti nagymesteri címe mellé levelezési sakk nagymester címet is szerzett. Igen sokszor játszott a levelezési sakk világbajnokságán. Beszéljenek azonban róla a partik. Bácai nagymesterről, mint említettem, egy aktív, dinamikus stílus ritt le. Az ő partijai, amikor kitartották az ellenfelei, a nagymester és nemzetközi mester ellenfelei, akkor döntetlenben oldódtak fel, azonban igen sokszor egy durkmárs-szerű, egy lerohanás-szerű győzelmet aratott. Péter nagymester fog nekünk néhány partit bemutatni Bácai nagymestertől, olyan megnyitásokat alkalmazott a nagymester, ami azt hiszem magyar változatnak is nevezhető a karokán védelem ellen, a magyar sakkozók dolgozták ki ezt a rendszert, Bácai nagymester is. Egyéb iránt még annyit elmondanék róla, hogy nem csupán egy-egy megnyitásban alkotott maradandót, a levelezési sakkban például a Grünfeld védelem Ben az úgynevezett magyar változat egyik kidolgozója volt. A cseh Hübl nagymester ellen egy gyönyörű partit tudott nyerni a korai magyar változat ellen. Kis túlzással élve Bácai nagymester a fél készletet beáldozta, és 25 lépés után Hübl nagymesternek egyszerűen fel kellett adni a partit, mert védhetetlen matton állt. Péter, milyen partit mutatsz nekünk? Hát több nagyon gyors villámgyőzelmet fogok mutatni. Én csak úgy fogalmaznék, hogy Laci bácsitól. Tehát én azban a szerencsében volt részem, hogy ugye pont abban az időszakban költözött vissza Miskolcra, amikor én ott fiatal játékosként bontogattam a szárnyaimat. És hát annyi volt legnagyobb káromra, hogy csak másfél évet tudott ott maradni. Ugye hazaköltözött, visszaköltözött Zalaegerszegre, és utána már ott élte életét. Sajnos utána nem is nagyon tudtunk találkozni. Ez nekem egy meghatározó élmény volt, mert másfél évig, hát azt mondom, hogy majdnem minden nap sakkoztam vele, tehát hetente nagyon sokszor találkoztunk is. És egy művész tényleg volt ugye Bárcai László, és nagyon sokat tanultam, még nagyon sokat fejlődtem abban az időszakban, és nagyon-nagyon jó ilyen mondásai voltak, ami mindig itt van a szemem előtt, mégpedig az egyik legfontosabb mondás, ami szerintem abban az időben egyértelműen, ugye, tehát a sakkban használatos volt, tehát ugye mindig azt mondta, hogy ne higgy a könyveknek, tehát hogy az ő alapelve az volt, hogy mindent le kell ellenőrizni. Ugye abban az időszakban még nem nagyon voltak számítógépek, tehát akkor ugye a könyvek adták az információt a sakknak, a játszmákat, az elemzéseknek, ugye főként az informátorok voltak, és mindig azt mondta, hogy ami le van írva, azt le kell ellenőrizni. Tehát ugye ilyen szinten, tehát azt mondta, hogy ne így a könyveknek, de ugye ez most a mai világban pedig ugye a számítógépekre igaz, mert ugye nagyon-nagyon hosszú-hosszú változatokat mutatnak, meg ugye megmondja, hogy mit kell lépni, csak ugye nem nagyon magyarázza meg a számítógép, hogy mit kell lépni, ugye. Annó ugye az egyik leghíresebb ilyen példa, az pont a világbajnoki páros mérkőzésen volt, a Kramnyik-Lékó páros meccsen, ugye, ahol egy picit rövidebb ideig hagyták rajta a gépet azon az álláson, és nem találta meg azt a mély
áldozatot, amit ugye, amivel Péter egy világra szóló győzelmet szerzett a Kramnyik ellen. Sötétele, gyalog áldozatos változatban, marsal támadásos fantasztikus megnyitásban. Hát igen, tehát én egyértelműen, ugye nekem személyes tapasztalataim miatt én nagyon sajnálom, tehát hogy ez így volt. Amúgy mostanában ugye kevesebbet, nagyon visszavonult ugye Laci bácsi, és igazából az nem szakadt el a saktól, tehát azt kell tudni, hogy ilyen számítógépes programokat versenyeztetett ugye egymással, tehát összeresztette a különböző programokat, és ugye azokat nézte és elemezte. Tehát olyan érdekesen otthoni kis munka volt ez, de nagyon szórakoztatta elmondás alatt, amikor beszéltünk. De ugye azt is említetted róla, hogy a nyelvnek volt a művésze, tehát költeményeket írt, verseket írt, szójátékokat alapot, egy szavaiban egy rendkívül humoros ember volt, igen, aki amellett ugye jó pár nyelven beszélt is, tehát nem egy szakbarbár volt, hanem értett igen sok máshoz is. Hihetetlen, tehát amikor játszott még annó egy nagymesterversenyen ott Miskolcon, akkor például olyan újításai voltak, ami fantasztikus volt, és ott azt láttuk sokszor ott a saktáblán, ugye, amikor mentünk hozzá edzésre. Tehát egy tényleg saknak élt, és egy szív, egy jó lelkű ember volt, tehát nagyon sokat tanulhatott tőle az ember. Ettől függetlenül utána viszont visszavonult és nem foglalkozott oktatással, tehát... Nézzük meg akkor, hogyan oktat minket a partijain, igen, a sakkművészetén keresztül. Mindenképp két gyors partit. Az első parti azt a Spiridonov ellen játszotta. Hát ez nagyon híres kombinációs könyvekben található maga a kombinációs része, tehát mindenképp én ezzel a partival kezdenék. Tehát világossal volt Bárczai László nagymester, Spiridonov ellen játszott, ugye, és E4-jel kezdett, amire C6-ot, ugye a karokanvédelmet játszott a fekete, D4, D5, és ugye itt volt, ahogy már említetted Zoli, az F3-as változat, ami ugye egy taktikus állást próbál meg kihozni. A karokan az egy nagyon zárt, nagyon nehéz megbontani a szerkezetet. Ez a lépés pont arra irányult, hogy a taktikusabb játékosok ugye megbolygassák a már megnyitás után az azonnali középjátékot, és aktív tisztjátékkal ugye megpróbáljanak bonyodalmakat kell tenni az állásban, tehát ne az a szép, nyugodt, stílusú, pozíciós parti alakuljon ki, hanem taktikai lehetőségek tárházát rejti magában. Nagyon sok lépés van itt, azonnali E5, leütnek E4-re, egy másik a G6 lépés, E6-ot is lépnek, tehát sok lépés van. Igazából ugye már ki van elemezve ez a változat, ugye előnyt nem ad, de mindenképp egy, aki szeret taktikusan játszani, annak ajánlom ezt a lépést. G6-tal folytatta fekete, ugye szolid visszafogott lépés, huszár C3-mal fejlődött világos, futó G7-tel fekete, futó E3-mal kifejlődött a fehér futó, és ugye itt valószínűleg huszár F6-ot kellett volna lépni, sánccal játszani, de akkor egy kicsit a C8 futónak nem nagyon van helye. Tehát pozíciósan, vagy hát egészségesen kellett volna folytatni a feketének ezt a partit. Itt túl nagy kockázatot vállalt, és vezér B6-tal ugye megtámadta a B2 gyalogot. Ezt Bástya B1-jel megvédte, fehér. Itt már szoktak olyat is lépni, hogy vezér D2 is beáldozzák azt a B2 gyalogot. Itt még meglépte, de szerintem nem sokáig marad az ott. D-üti E4 következett, F-üti E4, ugye, és most következett E6. Tehát ez egy kicsit olyan nagyon össze-vissza
lépeget. Én még mindig Huszár F6-ot lépnék, sáncolnék. E6-tal fekete mezők nagyon kigyengülnek ott a D6 F6 pont, igen. Királyszárnyon. Meg ugye a centrumban is D6 F6. És ugye ezt így nem nagyon szokták játszani. Vagyis bocsánat, igen, itt E5 következett, tehát az E6 ugye az ugyanúgy gyenge maradna, E5-nek ugye pedig az volt a terve, hogy a D4 gyalogot támadta. Nem, ezzel mondjuk én azt mondom, hogy a kötés szeretnék kihasználni, ugye az E3 futó, D4 gyalog, és ugye a B6 vezér között. Ugye nem lehet leütni a gyalogot, mert az a futót le tudnám ütni, úgyhogy ezért Huszár F3-mal folytatta világos, mert kifejlődött, amire Huszár D7-tel folytatta fekete, és erre futó C4-jel, ugye az utolsó könnyű tisztjével is kifejlődött világos. Huszár F6 jött, amire vezér E2 érkezett, ugye védte a C4 futót, ugye aktívabb helyre helyezte, és most már fenyegetett ugye E5-re ütni, mert megvédtük az E3 futót. Vezér C7-tel visszament, fekete vezér, és most jött ugye a kombinációs játszmának az egyik legszebb áldozata. Most csak vessünk egy pillantást a táblára, a sötét király is középen van, a világos is, viszont világosnak, minthogyha fejlődési előnye volna. Igen, neki igazából egyet kellene, hogy sáncol, de akkor fekete is elsáncol, és mindig jobban áll, mert a C8 futóval még nem fejlődtünk ki, de ugye akkor viszonylag biztonságosabb helyen lenne a király. És ezt használta ki, hogy a középen lévő király azonnal letámadta, és ugye egy picit olyan, még azt mondom, hogy nincs összhang a fekete tisztek között, és ezt tudta kihasználni. Futőti F7 szenzációs áldozattal ugye szétszette a fekete király, királyüti F7, és nem látszik, hogy még most hogyan, meg miként fogok azonnal itt nyerni, de egy gyönyörű áldozat volt, amire vezér C4-jel folytatta fehér, király E8-al visszament. Pont ezért is gondolkodtam, hogy a nagymester a vezért miért nem D2-re üteget képezve helyezte, hanem E2-re, tehát nyilván már ekkor számolgatta a gyenge F7 pont elleni támadást. És azonnal akarta, meg hát ugye egyben ugye megvédte a futót, és fenyegettünk D-üti E5-tel, tehát ott szinte azt mondom, jó, persze lehet, hogy lett volna jobb lépés a vezér C7-nél, de sokkal jobb nem nagyon volt. Ugye most vezér E6-tal tovább kergettük azt a királyt, király D8 következett, amire ugye Huszár G5-tel megjelent egy újabb tiszt király körül. Ugye Huszár F7 mattal fenyeget beugrani, ez Bástya F8-al kivédte fekete. Most, hogyha beraknám ezt a Huszárt, ugye leütné a Bástya, visszaütné a vezérrel, ott kapna időt a védelemre, ugye fekete, és általában ugye ezekre a dinamikus állásokra az jellemző, és az szokott a legtöbbször, vagy nagyon sokszor előfordulni, hogy végre megkönnyebbültünk, visszanyerjük az anyagot, és akkor elillant minden kezdeményezésünk. Tehát ezért nem is akarta az a Huszár, hogy gyönyörűen áll, szépen fenyegetően állnak, egy újabb tisztet hoztunk támadásba, az pedig Bástya D1-jel következett. Ugye most E5-re szeretne ütni, és a D-vonalat megnyitni a Bástyának. Hát ezt nem olyan egyszerű védeni, egyetlen volt E-üti D4, tehát le kellett ütni, amit futóval ütöttünk. Ha megnézzük, ez megint egy újabb figurát hoz a támadásban, futőüti D4 következett. És ugye már csak el kellene sáncolnom, és gyakorlatilag az összes tisztem támadja, és ugye fekete mit sem ér a tisztjeivel, mert ugye A8-on a bástya parkolópályán van, C8-on a futó semmit nem csinál, és ugye igazából a C7 vezér se sokat. Dehogy nem, menekülési útvonalat vesznek el a sötét királytól. Igen, igen, ez a már, igen, hogyha ezt nézzük. Tehát még az is káros bába saját vezére feketének. Huszár E8-al próbálkozott, ugye, cserélni. Ugye ezt szoktuk mondani, kevesebb figura, kevesebb gond alapon, de hát ez már nem volt jó, és futó C5-tel ugye az F8 bástyára játszott rá. Ugye nem lehet leütni a kötés miatt a huszárral ezt a futót. Ugye vezér F4-et lépte, fekete, és vezér E7 sakk után.
itt feladta Fekete a küzdelmet. Hát konkrétan... Király C7, huszár E6, sakk-segmástja. Igen, minimum vezér. Igen, mat még azt talán nincs, de hát az a vezér ugye huszár E6 sakkal lenyerjük, és hát itt kapitulált Fekete is. Hát utána feladta. Még vezérült E8 is, tehát... Érdemes megnézni a Fekete állását. A8 bástya, C8 futó, E8 huszár, F8 bástya, és ugye a D7 huszár és a C8 futónak ugye a fejlődését akadályozza, meg hát persze ugye a D1 bástyának az erejét. Hihetetlen nagy támadással vetett véget 18 lépésben világos ennek a partinak. Nem is csoda, hogy bekerült olyan sok könyvbe ez a parti, ez hát a kombináció. Hát igen, ez a támadásnak az... Volt-e hasonló partia még a nagymesternek? Nagyon sok. A következő is egy hasonló villámparti lenne. Ugyanez a megnyitás? Azt hiszem, hogy N4 C6 ugyanez, és ugyanez volt, igen, és ott is talán ilyen G6-tal játszottak, de hát azt nézzük. Akkor nézzük egy rókának hány bőre van. Igen. A következő partiban megint hasonló változattal találkozunk. Vadász László nagymester ellen játszott, Várcai László, ismét világossal, és ismét ugyanaz a megnyitás ugye került a terítékre. E4 következett, világossal C6, D4, D5, F3 és G6. Ugye következett, huszár C3, futó G7, futó E3, D üti E4, F üti E4. Ugye most ez kérdés, hogy ez mennyire jó, mennyire nem jó ez a lépés, ugye mert itt F3-on szabad helyet ad a huszárnak, azzal, hogy leütöttük ezt az E4 gyalogot. Viszont, hogyha ugye huszár F6-tal jönne Fekete, akkor meg E5-tel talán visszazavarnák azt a huszárt, és akkor talán ott kisebb, tehát ott egy a picit térhátrányba kerülne Fekete, és Fehér ugye egy picit térelőnnyel tudna játszani, de talán az biztosabb, mert így viszont ugye aktívabb tisztjátékot kap világos mindenképp. Huszár F6-tal ugye természetesen már sokkal jobban folytatta Fekete, huszár F3 következett, és ugye huszár G4 következett, ami ugye most jónak tűnik, de igazából ez már egy gyenge lépés. Itt maga csak az alapelveknek ugye mond ellent, ugye egy tiszttel egyszer lépünk a megnyitásban, ugye ezzel a huszárral már másodikat léptük. Igaz, hogy megtámadtuk a futót, amivel el kellett menni, futó G5 következett, futóval elmenekültünk G5-re, és ugye egy kötés hoztunk létre az E7 gyalog ellen. Erre következett H6, futó G5. H6, talán megtámadták ezt a futót, futó H4, és vezér B6 következett. Ugye, hát itt megint esetleg ugye kiment a kötésből, akár az E5-ös tervvel, meg ugye a D4-re is nyomást gyakorolni. Itt már ugye más következett, vezér D2, amit az előző partiban is néztünk, hogy a B2-t akár már ott is be lehetett volna áldozni. Itt most már beáldozta nagymester, Várcai László nagymester, vezér üti B2, bástya B1 következett, vezér A3, és futó C4. Ugye itt, hogyha megnézzük, megint ugye a négy tisztje, világosnak a C4 futó, H4 futó, a két huszár, hihetetlen milyen veszélyesen állnak ezek ugye, támadásra, ugrásra készen. Amíg ugye megint, ha megnézzük a B8 huszár, a C8 futó, a G4 huszár is nagyon rosszul áll. És nem lékesen ugye középen van a király, és még az A3 vezér is. Ugye. Ezért a B2 gyalogért elég nagy árat fizetett Fekete, és elég gyors véget ért ez a parti is. E5-tel ugye próbálkozott, hogy kinyitja az állást, erre bástya B3 jött, ugye a vezért hátrébb zavarta, vezér A5, következett H3, ugye megtámadtuk a egyedüli aktív figuráját, a huszárt, és ugye itt gyakorlatilag nem nagyon lehet jót lépni, ha a huszár F6-tal visszamenne, akkor ugye az E5 gyalogot ütném le, és F7-en, G6-on ott teljesen szétesne a fekete haderő, de nem nagyon van jó helye. Ugye még esetleg D4-re üthetett volna,
Hát mi? Más nem nagyon jön számításba. Tehát ugye ennek a H3-nak az volt az értelme, hogy ugye a huszárt, ha visszazavarja, akkor huszár előtt után azonnal feladás, F7 pont, G6 gyalog. Hogyha elsáncolna, ugye akkor a huszár üti G6-tal a kötést használnám ki. Ugye elüti D4-re, meg ugye még szerintem a H5-i G4 is nagyon jó, hogy leütjük a lovat, és hogyha ő is ütne, akkor pedig vezér D6-ta ismét gúzsba lenne kötve, és ugye vezér E7 mat fenyeget. Hát ott gyakorlatilag megint azonnal vége lenne annak az állásnak. Hát akár bástya A3, majd vezér B6, huszár B4 miatt. Hát az is igen, nagyon erőteljes lépés, de hát ha csak egész egyszerűen elsáncolok és az F-vonalon jövök, tehát ott gyakorlatilag teljesen szétestünk. Jó, hát most egy B5-tel próbálkozott fekete, ugye itt meg már ilyen szerkezetben mindenféle fajta taktikai áldozatot figyelni kell. Huszár üti B5 jött, amire vezér üti D2, ugye le kell cserélni a vezért, király üti D2, és C üti B5 után futó D5-tel egész egyszerűen lenyerte az A8 bástyát, és hát itt már feladta fekete. Még lehetett volna húzni, halasztani, de hát így gyakorlatilag ez egyenlő a feladással ez az állás. Azt szokták mondani, hogy az, hogy valaki tudja, mikor kell feladni, jellemzi, hogy mennyire jó sakkozó. És hát Vadász nagymester azért 8 nagymester versenyt nyert meg ezen parti időszakában. Nagyon erős játékos volt ő is. Köszönjük a játszmaelemzést, ennyi fért a mai adásunkba. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra! Viszontlátásra!